Egy hét működés után ismét sötét a Bagoly utcai autóbusz megálló és gyalogátkelő hely melletti lámpa. Végig a Rákóczi úton, a kerékpárúton egyetlen égő sem világít. A sétáló részen lévő lámpákból teljes hosszon csak 4 darab világít. Ilyen és ehhez hasonló bejelentések érkeznek a város több pontjáról is naponta a híres.hu hibajelentő felületére. Még tavaly novemberben létrejött a Médiacentrum internetes hiba bejelentője. Az ide érkező panaszokat folyamatosan továbbítjuk a szolgáltatónak, és az ellenőrzés sem maradhat el. Utána néztünk, mi a helyzet a több mint két hetes bejelentések esetén. Meglepő végeredményt kapott stábunk. Elsőként a Rákóczi utat kerestük fel, a belváros talán legmeghatározóbb utcájában kifejezetten vegyes a kép. Míg az úttestet megvilágító fényeknél mindent rendben találtunk, addig a sétány kandellábereinek éppen csak 50%-a üzemelt. Az itt látott kép alapján arra számítottunk, máshol sem jobb a helyzet. Ezután az Izsáki úton vizsgáltuk meg a tanintézmények környékét, az itt tapasztalt valós állapotra nem mertünk volna előre fogadni. Az Izsáki úton itt a GANF, illetve a gazdaságtudományi karok előtti zebránál több jelzés is érkezett két hónappal ezelőtt még, hogy rendkívül sok lámpa nem ég. Most, ahogy lehet látni mögöttem is, gyakorlatilag az összes hiányosságot pótolták, és a gyalogosok már biztonságban kelhetnek át az úton. De nem csak itt találtunk pozitív változást. Ahogy az Izsáki úton végig sétáltunk, úgy nyilvánvalóvá vált, hogy a Katona gimi előtt, az Énekzenei suli előtt, és persze több fontos ponton is, a zebráknál például mindenhol égnek a lámpák, egyetlen egy kiégett izzótesttel sem találkoztunk. A többi stábunk által bejárt városi részen is, így például a Mária körúton is azt tapasztaltuk, hogy a lámpák zömeig elvétve találni csak egy-két meghibásodott izzót. Gondoltuk, a város szélén több probléma lehet. Több bejelentés érkezett a Homokbányáról is, miszerint a főbb útvonalakon nincs világítás, de minden lámpa világított. A Bagoly utcai megállónál lévő izzókat is cserélték. Jelzés érkezett arról is, hogy a harmadik Béla Király körúton a háromszögi térnél pont a zebránál nem világítanak a lámpák. Ott jártunkkor már itt sem volt probléma. A Széchenyi város több pontjáról érkezett panasz az elmúlt időszakban, a Lánchíd utcáról jött talán a legtöbb bejelentés, azonban itt sem láttunk hibás lámpákat. Elvétve persze akadtak negatív kivételek is, a Bakósz Tamás utca 19 alatti lámpát a bejelentések ellenére már több mint egy hónapja nem javították. Stábunk esti túráját innen a Katona gimnázium elől kezdte, és általánosságban elmondhatjuk, hogy a fontosabb pontokon szinte mindenhol tökéletesen égnek a lámpák. Zebránál gyalogátkerőhelynél egyáltalán nem tapasztalhatunk hiányzó, vagy éppen nem égő, vagy kiégett lámpatestet. Azt is elmondhatjuk, hogy szinte egytől egyig a bejelentett helyszíneken javították a hibákat. Ez azt jelenti, hogy úgy néz ki a szolgáltató, most már tényleg figyel arra, hogy milyen bejelentéseket kap. Ettől függetlenül bátran merjük tanácsolni azt, hogy a híres.hu-n keressék fel a megfelelő oldalt, a hiba bejelentő lapot, töltsék ki űrlapot, és juttassák el azt hozzánk, hiszen mi ezeket a jelzéseket továbbítjuk, és ennek segítségével a Médiacentrum talán most már kijelenthetjük, hogy tudott hatni a lámpa helyzetre itt Kecskeméten. H.S. Barnabás, Kecskeméti Televízió.